Ausztria támogat minden olyan tárgyalást, amely előzetes feltételek nélkül azonos szinten zajlik, és amelynek célja a nemzetközi jogon alapuló tartós béke elérése, jelentette be az osztrák kancellár. Kára Néhammer kiemelte, Ausztria kész támogatni az igazságos és szilárd békét, amely a nemzetközi jog alapján nyugszik és kész teret adni a megbeszéléseknek. Volodymyr Zelenszky elnök korábban kiemelte, csak akkor lesz béke, ha Oroszország minden ukrán területről kivonul, beleértve a Krímfél-szigetet is.